Hát, sziasztok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV. Az előző Forest részben említettem, hogy egy kis meglepetésre szeretnék nektek szolgálni, és ez nem lenne más, mint a Vortex The Gateway nevezetű túlélő Survivor játék. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon kedves a szívemnek ez, mert amikor kerestem, hogy miről csináljak videót, és különböző játékoknak néztem ugye utána, akkor egy érdekes infóval lettem gazdagabb, méghozzá azzal, hogy ezt a játékot magyar programozók csinálták. Méghozzá nem is akármilyen minőségben egyébként. Belenéztem már, nagyon sokat nem játszottam vele, nem akartam lelőni a poénokat igazából, hogy próbáljuk közösen felfedezni a játékot, és talán a Forest helyett talán ezt fogom folytatni sorozatnak. Minden esetre azért tudni kell, hogy ezt a játékot a Stormcube néven, Stormcube Games néven működő, egyébként 6 magyar emberről álló csapat csináltam, és hát a Steamnek a Greenlight programjának keretein belül tudott ez érvényesülni igazából. Zöld utat kapott, és hát megérkezett gyakorlatilag az Early Access, és meg lehet nézni, hogy mi a helyzet. Új játékot fogok kezdeni, mint látjátok, itt 10 órát túléltem már, mondjuk előjáróban annyit, hogy talán az 5. karakterem ért túl 10 órát. Az első az mondjuk 10 percet körülbelül. Tehát maga a játék nem könnyű, viszont ami hihetetlen pozitív az az, hogy itt, mint látjátok is, hogy minden magyar. Tehát magyar felirat és magyar menü, minden. De hát nézzük meg. Itt egy Survivor módot fogunk kiválasztani. Ez az első intro, ez... mondjuk úgy, hogy ne ebből ítéljük a játékot. Tehát ne ennek a minőségéből ítéljük a játékot. Fontos tudni természetesen, hogy ez a játék alfa verzió. És hát maga a történet arról szól, vagy az a történet a játéknak, hogy az égen megjelentek ilyen hatalmas nagy vortexek, és akkor találgatja mindenki, hogy ez vortex, ilyen kapuk, vagy foltok, vagy örvények. Mindenki találgatja, hogy ez mire való, és hát itt... bizony egy csúnya ufókat látunk. Hát fiúk, meg is érkeztünk igazából, ugye ez úgy történik, hogy beszippantott minket ez az örvény, és itt találjuk magunkat a dzsungel kellős közepén. Maga a játék kinézetre szép egyébként, tényleg nagyon szép, és nagyon tetszetős az első pár másodperc. Ugye külön köszönet és külön jó dolog ezeknek az ikonoknak a baszdmeg! Ez? Ennyi? Kész? Na hát fiúk, ezért van az, hogy 10 percet értem az előbb. Itt most mindenki fölkapok valamit, és elbújok ide. Ugye látszik, hogy bal oldalt van az életem, bal oldalt alul van az életem, a szomjúságom, éhségem, fáradtságom, illetve hát van egy ilyen hátizsáknak a telítettsége, és bizony az ott egy sárkány. Most én elbújtam a bozótba, egyébként ez az, amit több ilyen Survivor játékból is hiányolok, tehát jobb oldalt alul lehet látni az indikátorba,
hogy ott most el vagyok hájdolva gyakorlatilag. Úgyhogy remélhetően nem fog észrevenni az a senki házi. Ami így az első másodpercben sikeresen belém mélyeztette a fogait, de hát ugye semmi sem lehet tökéletes. Na nézzük, itt egy újságkivágás. Úgy döntöttem, hogy inkább újra kezdjük a játékot a megérkezéstől, mert azért az a fejbevágás, ez nem volt túl etikus. Minden esetre akkor, ahogy mondtam, ugye ezek az ikonok, ezek nagyon pofásak, és meglepően hasznosak tudnak lenni, amikor például egy görög egy kővel. Szépen itt ugye az első dolgunk az, hogy mindent megtaláljunk, mindent felszedjünk, itt a macsetét és a, hát egy nyomot találtunk gyakorlatilag, hogy valami földönkívülieket láttak. De hát ugye az intrót is végignéztük, úgyhogy tudjuk, hogy ez valószínűleg igaz is. Tehát itt a kis irodai székünk, az utolsó aktáink, monitorunk, és hát itt találtuk magunkat ebbe a dzsungelbe. Magát az építési felületet a tabban lehet előhozni, rengeteg mindent lehet építeni. Azért szükséges hozzá némi nemű anyag is. Itt szépen a segítség jelenik meg ezeknél a bambuszhoz hasonlító fáknál. Ez lesz nekünk a fő alapanyagunk, tehát hogyha egy ilyet kivágunk. Na. Akkor ebből lehet bizony építeni. Mondjuk egy ilyet. De itt elég sok mindent lehet egyébként. Ugye az első dolgunk, mint minden survival játékban, hogy építsünk magunknak valami kis menedéket, kis épületet, ahol ezt elbújhatunk. Ugye itt 6 levélre, 24 ilyen törzsre és egy macsétára van ehhez szükségünk. Ezt le is rakhatjuk. Úgy. És itt az R betűvel tudjuk forgatni. Nem, ha jobb gombban, mert azzal kilépünk. Ezt ide szépen így lehelyezzük. És akkor lehet elkezdeni gyűjtögetni a hozzávaló anyagot. Azt még ugye, hát valószínűleg mindannyian látjuk, hogy mennyire hasonlít ez a fatermelős, válra fölvevős része ennek az egésznek, a foreszhez. Ugyanakkor én ezen sokat gondolkodtam, hogy ez mennyire baj, tehát azért itt nagyon sok olyan példát látunk, ahol a játékgyártók egymástól elég sok mindent ellesnek. És ráadásul, hogyha jó is, és logikus is, hiszen hogyan máshogy lehetne vinni a fát, mint hogy a válunkon, ugye, hát. Nem hiszem, hogy ezzel nagy baklövés követtek el. Minden esetre azért feltűnő a hasonlóság. Foreszthez hasonlóan egyébként a játék maga rendkívül jól fut, legalábbis az én számítógépemen. Nincsenek bugok, fölösleges beakadások, legalábbis nem találkoztam vele velük. Igazából még ugye a story mód, ami szerintem minden esetre hiányzik egy picit a játékból. Nem tudom, a multiplayer hogy lesz, ugye ez most egy játékos mód igazából. Illetve, hogyha jól figyelünk, akkor azért az egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény, hogy az erdőben élnek azért állatok, persze, és nem csak az egy állat, amit mondjuk majdnem lefejezett az előző programindulásnál, hanem itt mindenféle kis malacok, disznók, madárkák. Ott van például egy ilyen malac.
amit most csúnyán elkapom. Hát vagy nem. Elkaptuk. És föl is dolgozzuk. Ezt úgy hívják, hogy disznókutya. Na, hogy is állunk? Kell még ide pár darab bambusz, és akkor készen... Azt! Betyár minden itt. Itt egy másik. Na, hogy... Vége is. Föl is vettük, na jó. Ugye valószínűleg itt is... Hoppá, ott van valami. Ehető gyümölcs. Itt is azért valószínűleg elsőnek és másodiknak az élelmiszer és a vízellátást kellene valahogy megoldani. És el is lehet menteni a játékot. Tessék, játék elmentve. Nagyon jó. Mi legyen a következő lépés? Hát nézzünk kicsit körül szerintem ebben a világban. És valamennyire azért már biztonságban vagyunk. Elég, ugye, ezt első ránézésre lehet látni gyakorlatilag, hogy nem a földön játszódik ez a játék. Tehát azért ilyen fajta... növények nem nagyon találhatók mondjuk semmelyik kontinensünkön, és mivel ugye a földön kívüli lények szerepeltek az intróba és egy csomó szörny, akkor ebből már kikövetkeztethetjük, hogy bizony mi nem a földön vagyunk. Rengeteg különleges növény. Igen, felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ebben a verzióban még vághatok én szerintem ebből 100 millió darabot, és akkor sem fog elfogyni. Igen, és már annyit vágtam, hogy nincs is több hely a hátizsákban. Hát lehet, hogy ebből akkor dobok párat el. És fölveszünk ilyen magokat, gyümölcsöket, amiket itt találtunk. És megyünk tovább, körülnézünk. Valószínűleg ugye nyilván, hogyha... Tehát eddig találkoztuk kétféle élőlénnyel, ugye a repülő sárkánnyal, ami leharapta a fejemet, és a kis darázsra hasonlító disznóval, amit röfögött és szaladgált össze-vissza. Valószínűleg ugye maga a túlélés problematikája az itt abból lesz, abból fog alakulni, hogy bizony sokféle és veszélyes élőlények vannak itt a dzsungelben. Úgyhogy azért óvatosan kell itt lépkedni. Ki kell tapasztalni, mennyi idő az éjszaka, a nappal. Látjátok, azért elég jól néz ki maga a játék, tehát tényleg nem lehet... Hoppá, ott mit látnak szemeim? Na, mit látnak szemeim? Egy olyan repülő izét, ami felé én nem megyek még egyelőre. És látszik, hogy itt a dzsungeles világ egy kicsit kezd megváltozni, ugye itt már ilyen kaktuszhoz hasonló növények mellett megyek el. És itt a... Ezek a fák is inkább egy mérsékeltövi fákhoz kezdenek el hasonlítani. Amiket még nem lehet kivágni. Hát igen, ebből látszik, hogy azért még itt
még itt azért alfa verzióról van szó, kőkeményen. Tehát itt akkora lehetőségek vannak, annyi alapanyag, annyi történet és annyi probléma, amivel meg kell küzdenünk, hogy hogy szerintem ebben még az egy tizede vagy egy százada sincsen benne igazából annak, amit a tervezők beleálmodtak. Éjjellátás növénye. Hú, itt azért elég kemény kraftolásokra lehet számítani szerintem. És hát szomjas vagyok, vajon ebből bele lehet-e inni ebbe a vízbe? Nem tudom, de úgy látom fázok. Ott jobb oldaltalul ismét megjelent az indikátor. Ja, gondolom a víz volt csak hideg, amiben beleálltam. De hát ugye innivalót azt honnan tudok szerezni, hogyha a vízből nem tudok inni. Hát nézzük meg mondjuk ezt, itt az éjszakai látásital, a kulacs. Javító és robbantó kőbalta, illetve hát elpusztító kőbalta, rámpa, enervény. Különböző csapdák. Kerítések. Hát érdekes játék lesz mindenféleképpen. Oho, ott van valami. Nincs több hely a hátizsákba. A picsába már. Oho, ott van valami. Na most itt a videó kedvéért megpróbálom megnézni, hogy mit tud a haverunk. Aha, hát... Megöltem. Megöltem ezt a gyíkember. Na, meglepően kevés dolgot lehet itt magunkkal cipelni. Aztán! Itt a haverja. Na hát, egyelőre maradjunk is ennyiben. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Tudnotok kell, hogy néha-néha ebbe vissza fogok nézni ebbe a játékba. Megnézzük, hova fejlődik. Nagyon szorítunk a magyar csapatnak, hogy olyan játékot csináljon, ami tényleg sok embernek tetszik, és sikeresek legyenek vele. És remélem, hogy páratoknak megjött a kedve ez a játékhoz. A videó leírásában megtaláljátok a linket, ahonnan meg lehet ezt vásárolni a Steamen, értelemszerűen. És arra kérlek mindenkit, hogy ha lehet, akkor tiszteletben tartva itt a magyar fejlesztőket, hogy ezt a játékot ne torrentezzük le, akkor is, hogyha véletlenül megjelenik valahol. A fejlesztőknek még azt üzenem, hogy esetleg mondjuk beszélhetnének az enkorosokkal, hogy ezt ne engedjék, ezt a torrentet, mert ők mondjuk a magyar filmeket sem engedik nagyon megosztani, úgyhogy lehet, hogy ezt sem engednék, hogyha szólnátok nekik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Legközelebb ismét egy új játékkal fogok jelentkezni. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok föl, és sziasztok!